Legalább ezen az egy napon lennénk egységesek. De hát ahogy látjuk, az Orbán itt, a Gyurcsány ott, a mit, mindenki máshol. Hát milyen ország ez? Elegünk van! Megkérdezhetjük, hogy miért ezt a rendezvényt választottátok? Mert ez a legjobb. De mitől ez a legjobb? Attól ez a rendezvény a legjobb, hogy ennek a rendezvénynek a szervezésében több tíz szervezet fogott össze, míg a DK szervezésében csak a DK fogott össze, vagy csak a DK szervezett egy rendezvényt, míg a Mi Hazánk rendezvényén csak a Mi Hazánk van, és csak ők szervezték, ezt a rendezvényt több tíz civil szervezet fogta össze. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez az a szervezet, vagy ez az a rendezvény, ami valójában reprezentálni tudja az egész nemzetet. Pedagógusok vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy nem jó ez, ami most éppen van, és szeretnénk tenni ellene legalább abban, hogy kijöttünk ide. Egyetértünk azokkal, amiket itt képviselnek az emberek. Például? A EDF-fel egyetértünk, hát minden egyes dologgal, mint ami tagok vagyunk, ezért is EDF tagunk vagyunk, ezért is jöttünk ki, és szeretnénk ezzel a tanárainkat és a diáktársainkat támogatni. Ennek van egyedül értelme, hogy itt legyünk. Miért? Hát leginkább amiatt, mert hogy arról szól, amivel egyetértek, és azért a szabadságról normálisan megünnepelve. Szeretném, ha a gyerekemnek még megmaradna a közoktatás az elkövetkezendő 5-10-20 évben, meg az unokámnak. Mi a tanárainkért vagyunk itt, azt hiszem, igazából továbbra is nagyon támogatóak vagyunk, értük vagyunk itt tényleg. Hát megmondom őszintén azért, mert a vonulóknak a céljaival egyet értek. Meg civilek vagyunk, nem vagyunk semmilyen pártnak a tagja, és szeretnénk, hogyha picit erősítenénk a civileket, ha már a pártok ilyen bénák. De itt lesznek politikai beszédek is a végén, úgy tudom. Hát nem baj, attól még én szerintem a civileknek meg a pártoknak is végső esetben össze kell majd fogni, hogyha valamit akarnak elérni. Mi általában az LMBT rendezvényeken szoktunk ilyen ölelőpontot szervezni egyrészt, másrészt meg most már 6-7 éve működik a szervezetünk, most akarunk majd egyesület lenni, és hát természetesen minden civil kezdeményezést igyekszünk támogatni. Mit gondolsz, hogy melyik társadalmi csoportok szorulnak támogatásra leginkább? Hát én mind diák azt gondolom, hogy a diákok és a tanárok, de nyilván nem szabad elfelejteni az orvosokat se, az egészségügyben dolgozókat, a közférában dolgozókat, meg szerintem eleve Magyarországon nagyon sokan szegénységben élnek, és nekik is kéne egyfajta segítség, amit nem kapnak meg jelenleg. Hát sok van. Sok ilyen van. Hát most éppen az orvosok is ilyen helyzetben vannak, mint mi. Leginkább talán ők azok, akik a legjobban most. Én mindenkivel szolidaritást vállalok, akit mondjuk így a hatalom elnyom, vagy ki semmiz, vagy semmibe vesz. Alapvetően azt gondolom, ez lenne az egyedüli normális állampolgári hozzáállás. Pedagógusként nyilvánvalóan a pedagógusokkal. Minden olyan társadalmi csoporttal, aki erre rászorul. Tehát legyen az tanár, legyen az vasutas, legyen az kórházban dolgozó ápoló. Tehát azt hiszem, pont ez a lényeg, hogy minden csoporttal társadalmi szolidaritást kellene vállalni. Nem csak a tanárokkal, hanem mindenkivel. A sztrájk alapjog! 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 Az Állítsuk meg a gyilkos robotokat kampányt is ismered? Azt nem ismerem. Ő is az egyik támogató.
szerintem egy rendezvényt támogatni, bárki támogathat. Itt szeretném a szorulapomat osztani, ami arról szól, hogy jobbíts magadon, jobbíts hazánkon konkrétan. Én egy olyan jóga irányzatot képviselek, ami kifejezetten a társadalmi szerepvállalásra készíti fel az embereket. További szép délután. Minden jót!